Egy Európa bajnokság mindig egy Európa bajnokság, ezzel tud elszámolni a szövetség, ezzel tud elszámolni a klub, a versenyző, az edző, tehát mindenképpen fontos, nincs olyan nem fontos Európa bajnokság. Nyilvánvaló súlyozásképpen azért egy világbajnokság tekinthető a főversenynek idén, illetve ez a világbajnokság már kvalifikációs világbajnokság is, még az Európa bajnokság az még csak egy sima zárójelbe téve sima Európa bajnokság, tehát még kvalifikációs pontot nem ad. A nők között, ha körbenézünk, akkor Pupréka ott az 52 kg-osok között kiemelkedik, nagyon-nagyon jó formában van. A tavalyi bronz után akár egy döntőt is várhatunk tőle? Igen, ahogy néztem a nevezőket, a kiemeléseket, jól jönnek az ellenfelek, tehát a kiemeltek közül is talán a kedvezőbbek vannak, akik neki jobban fekszik az ő ágán. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy 8 között már könnyű meccs nincsen, de az első számú franciát a Busárdon kívül már mindenkit megvert, tehát akármi is lehet. A honvédosok közül ugye 57 kg-ban Kovács Kitti, 63 kg-ban Özber Szofi, valamint Karakas Hedvig, aki épp a covidos év végén ott Prágában, novemberben Európa bajnok lett, és aki már szőnyegedzőként is dolgozik a válogatottnál. Jelen állapotban úgy látom, hogy ugye a Szofi az nagyon szépen menetel, ő is a két Grand Slamen egy bronz és egy ezüstérmet szerzett idén, tehát azt gondolom, hogy éremesélye van neki. A Hédi az ugye súlycsoportot váltott, egyelőre még szokja ezt az új mezőnyt, de egyre jobb állapotban látom, hogy az az olimpia után elég mélyre került. Nem mondom, hogy teljes mértékben a toppon van már, de szépen halad főfelé. Remélem, hogy ez az EB-n is materializálódik valamiben. Meglátjuk. A Kovács Kitti az meg nagyon szépet változott erre az évre. Egy Continental Open-en tudott ezüstérmet szerezni, és megszerezni a jogot, hogy indulhasson az Európa-bajnokságon, illetve a antaliai Grand Slameken Grand Slam érmeseket, VB bronzérmest vert, tehát nála inkább egyelőre még sorsolás függő, de hogyha egy jó sorsolást kap, akkor azért tud haladni rajta. Özbas Szofihoz még egy pillanatra visszatérve, akkor ez a két Grand Slam érme, ez annyira biztató, hogy ő azért ott a 2024-es Párizsi olimpián is akár mondjuk az éremesélyesek között lehet, nem akarom elkiabálni, mert még azért a felnőttek között bizonyítania kell, de hogy mekkora lehetőség van benne. 20 éves, ugye tavaly még junior volt, nagyon fiatal, ennek ellenére most már azt hiszem ez volt a harmadik Grand Slam érme, kijutott az olimpiára, felnőtt világbajnokságon hetedik lett, tehát azért a felnőttek között is masszívan megmutatta már az ország körmeit. Abszolút, hogyha ebben az ütemben fejlődik, és ilyen sérülésmentesen tud dolgozni, hogy mostanában sikerül neki, akkor bármire van esélye az olimpián is. 70 kg Gertsák Szabina, DVTK versenyző. Ő azért, hogy is mondjam, csak egy nagyon-nagyon nagy ígérete volt a magyar judósportnak. Hol tart most jelen pillanatban? Mit remélhetünk? Mit várhatunk tőle? Mert megmondom őszintén, én az olimpia óta nem látok rá kompletten annyira a női csapatra. Az mindenképpen nagyon bíztató volt, ahogy évelején Portugáliába szerepelt, azért a versenyeket követem is nézve a meccseket. Ott szépen dolgozott, néhol már a régi önmagát idézve. Az, hogy ez az Európa bajnokságon mire lesz itt elég, abban én most adok jóslatokba bocsátkozni, meglátjuk. Nem látom a napi munkáját, nem látom, hogy hol tart pontosan. Az egy érem az reális célkitűzés így a nőknél? Én szerintem ebben a csapatban két érem van.